Berényiné Szila Ilona vagyok, a Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője. Hajdúszoboszlón a kulturális programok jelentős részét az önkormányzati fenntartásban működő Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár szervezi. Kiemelt feladatunk a kultúra közvetítésén belül, hogy egy üdülőváros, egy turizmusból élő városban szolgáltatunk, és a nyári időszakban, amikor nagyon sok vendég, hála Istennek, megfordul a városunkba, akkor igyekszünk olyan rendezvényekkel kedveskedni, szórakoztatni az odalátogató vendégeket, amelyeket mind a hazai és mind a külföldi vendégek megértenek, tehát a nyelvi akadályokat leküzdve, mondhatom így, zenés, táncos rendezvényekkel. Vannak hagyományos rendezvényeink, amelyek már 16, 17, 31 alkalmat is megértek, és örömmel mondhatom, hogy ezekre a rendezvényekre már odafigyelnek a vendégek, és a szállodásoktól is tudjuk, hogy ezen az időszakban nagyon sokan választják a pihenésű Hajdúszoboszlót, mert a pihenés, a rekreációt a fürdőbe megkapják, és este pedig a szabadtéri színpadon, vagy a város különböző részein a rendezvényeken találkozhatnak a város lakóival és a művészekkel. Nagy reményekkel indultunk a 2012-es évnek. Örömmel mondhatom, hogy Hajdúszoboszló városa azért támogatja a kultúrát, egyrészt az intézmény fenntartásával, mind a szellemi, mind az anyagi, technikai feltételeket biztosítja. A rendezvényeink nagy része ingyenesen látogatható nyáron. Azt gondolom, hogy nagyon kevés város van, amelyik ezt megteszi. És ami nagyon nagy öröm ebbe az évbe, hogy uniós pályázaton 1,2 milliárd forintos támogatást nyert el a város, amely a városközpont rehabilitációját jelenti, a városközpont megújítását, Hősök, Ősök tere Hajdúszoboszlón, amiben jelentős összeget foglal el a mint egy 60 éves művelődési központ épületének a felújítása, bővítése, ami ez év júliusában el fog kezdődni, egy év, másfél éves projekt. Nagyon várjuk, nagyon készülünk rá. Én azt gondolom, hogy ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe ilyen hírről beszámolni, hogy egy város önerőt is tesz bele, és fejleszti a kulturális szolgáltatás, az infrastruktúráját, én azt gondolom, hogy ez értékelendő. Én is köszönöm.